Na, sziasztok srácok, én Domicraft vagyok, és itt is vagyunk egy újabb videóban, ami egy Minecraft Survival lesz. És, mint mondottam, lesznek storytime videók, szerintem holnap rögtön. És azt szeretném mondani, hogy Minecraft Survival-t úgy várhatok tőlem, hogy kedden, csütörtökön és szombaton. Tehát két naponta lesz. Egy héten három. Tudom, várni fogjátok izgatottan. Mindegy, az a lényeg, hogy ugye egy héten három. Ezt a deszkát itt vissza kéne szedni. Addig mondjuk lehetne egy kis sztorizgatás van. Nem, mondjuk nem szedjük most vissza a deszkát, mivel nap is kezd lemenni, és én nem szeretném, ha szörnyek esetleg így becsúnyáskodnának az én felségterületemre. Szép vidék amúgy, nagyon. Tehát, hogy egyelőre mondjuk még csak sok bárány van, de már van egy csirkém is a karámban. Már csak kéne még egy csirke, még egy bárány, és lehetne őket szaporítani. Ajajaj, lag, jó. Oké, lag visszaállt. Jó, szunyáljunk. Jaj! Aha, ez nem esten, nem, de hogy nem. Köszönöm. Köszönöm, hogy beengedték, kedves ány. Mire úgy mondjuk, hogy ha napközben fáradtak vagyunk, tegyük fel, akkor nem aludhatunk, tehát, hogy ez így meg van tiltva? Hát, köszönöm, Mojang! Amúgy a cukornádat azt el kéne vetni. Basszus, tudtam, hogy hozhattam volna homokot a sivatagról. Homokon jobban, hogy mondjuk ott van homok. Pedig azt akartam, hogy letúráznánk a sivatagba, de így akkor nem. Hozzunk fel kaktusz, ne veszünk. Aha, értem, jó. Én érteni ezt. Tehát, hogyha... mindegy. Jó. Ebben nem menjünk bele. És a vizet egyenlíthetem ki drága akáciával. Na, köszönöm. Ha ez is beszakad, én megőrülök. Köszönöm. Na, így. Szerintem akkor levezhetnénk kaktuszt is. Nehéz döntés. Jó, növesztünk kaktuszt, csak veszek még ugye földet kell nekem. És akkor letúrázunk a sivatagba egyet. Nagyon jó lesz, szuper. És akkor a következő survival az szombaton láthatjátok. Igen, azt nem szedjük ki. Igen, 14 fal. Nem tudom, hogy elég lesz. Szia, birkány! Valaki látta az első survival részt, akkor tudja, hogy miért mondom, hogy birkány. Azért, mert én így akarom. Jó. Ennyi föl már csak elég. 23. Na jó, hát akkor vessünk bele magunkat a mélységbe. Szó szerint. Nem olyan beletalálok a vízbe? Jó lenne elvinni az ágyam. Tehát ha este eddig nem érnénk vissza, akkor az ágyam jól lenne elvinni. Még némi kaját is, amit ugye nem tudok. Tehát csak ha levágnák itt valamit. Azt mondja, nem akarom, úgyhogy elviszem az ágyam. Jó. Oké. Láda, valami kajcsi van. Hát nincs, az szivacs. Na, pár szték, és akkor neki indulunk. Na szóval bele is vetjük magunkat a elképesztő mélységbe, és hoppla, hau! Hoppá. Jó. Tehát akkor oké. Itt vagyunk, és csak is egyenesen fogunk menni, hogy vissza is találjunk. Hú, kemény menet lesz. Ott már van cukornád. Illovacska! De amúgy az ott érdekes, hogy nem szavanna, és mégis akáciafák vannak. Na szóval, sivatag. Jó lenne lóval bejárni ezt a területet. Na mindegy.
Az a baj, hogy nincs lovam, csalni meg nem akarok. Egyébként van egy horgászbotom nagy nehézségek árán, szereztem gyapjút, azt persze. Oj, milyen közel van a sivatag. Oj, ez tök király kis hely. Addig tehenek spawnolt. Ja, arra jöttem. Arra jöttem. Jó. Oké, tehát és jövünk. Hozunk egy pár kaktuszt. Ah, micsoda dombot. Jó, kaktuszka, ó. Ennyi bőven elég. Azt hittem, hogy hosszabb túra lesz, hát akkor... Úgy látszik, a frásznak hoztuk el az ányát. Ne! Na ne! Ez komoly! Itt volt a lett... Itt kezdtem az egészet, srácok. Az egészet itt kezdtem. Vissza... Na jó. Oké. Wow! És még itt bevetve maradt... A fák megnőttek. Ezek a fák, amik megnőttek. És az inda még mindig itt van a levegőben. Fel tudod rajta mászni? Fel! Ohoho! Szia te! Wow! Na jó. Ennek örömére hazamegyünk, és nyitunk egy üvegpezsgőt. Ha lenne egy üvegpezsgő a Minecraftban, de nyilván nincs. Azt hittem, hogy hosszabb túra lesz. Nekem nem esik ellenemre. Mindenesetre jól megéheztünk. Valóságban is éhes vagyok. Mivel este felé van. Jó, ott a kiépített utam, talán még látjuk is. Nem annyira, mivel azóta már, vagy ott vannak más fűblokk tornyok is. Kész Parkour Akadémia házamhoz feljutni. Tehát, hogyha valaki feljut a házamhoz, na, megadom a Parkour Master címet, vagy én nem is tudom, de azért most komolyan, nem? Ja, itt jöttem fel. Azóta ide fű nőtt. Really? Fű megszentségtelenítette a területemet. Mit képzelsz, fű? Hogy mered? Uj! Jaj! Jó. Oké. Okay. Így. Na. Így. Jó, jövünk. Jövök már házam. Hiányoztál. Ja, még közel sem vagyunk fent. Na, mindegy. Megfázás továbbra is tart. Ezt én raktam ide, jó? Ezt azért nem kéne kiásni. Hú, elkezdtem nagyon éhes lenni. Ó, jó van, már itt vagyunk nagyjából. Azt nem tudom kibányászni, nincs nálam csákány. Csákány, tesó. Na, jó. De ilyenkor bezzeg nincs autojump. Mikor kéne, akkor nincs. Mikor nem kéne, akkor van. Na, szépen el is siklottunk. Aj! Tárolóhelyi szigetemre jöttem fel? Jó, legalább itt el vagyunk. Megnőtt az akáciafa. Én amondó vagyok, hogy elvetjük a kaktuszt, aztán csinálunk egy baltát. Először is eszünk, aztán csinálunk egy baltát, kivágjuk az akáciafát, és örülünk a fejünknek, vagy nem tudom. Mindegy. Ezt a videót igazából annyira nem terveztem el előre, de nem baj. Egyébként azt terveztem én magam, hogy mi lenne, ha én ezt a szorost ott azt a hegyet, azt a hegyet, azt a hegyet, azt, és ott az, amin a távoli fa van, meg kéne hódítani. Tehát arra át kéne építeni. Mit szólnátok hozzá? Tehát írjátok meg kommentben, napnyugtánra amúgy vissza is értünk. Tehát írjátok meg kommentben, mert nekem tetszene, mindegyikre építenénk vagy egy házat, vagy egy tárolót, Vagy csak ilyen kis kilátót, tényleg egy medencét, jó dizájnnal. Nekem tetszene az ötlet, nyilván én találtam ki, de... Na ne, ugye? Nem lehet lerakni víz mellé? Na jó, azért. Mi a fene? Au. Szörnyek jönni fognak, basszus. Majd elvetjük holnap az útcsót, ne?
Creeper, láthattátok a montásban, a Creeper beleszpawnolt a kertembe. Vagyis hát a karámba, úgyhogy olyan ügyes volt, kedves Creeper barátunk. Majd tudta, azért nem ártana becsukni. Egy pillanatra megijedtem volna az ányam. Így? Szunya? Köszönöm. Egy pillanatra olyan megijedtem, hogy hol a frányáfrázba lehet az ágyam. Na, de most már az ágy is megvan. Igen, kicsit eléggé érdekesen pixeles. Nem akartam belenézni a ládába. Jó, elvetjük a maradéki kaktuszt. De amúgy azt nem tudom, hogy itt miért nem hullanak a fa levelek. Miért? Hogy az... Nem. Nem fér a fejembe. Majd 666-os koordináta végül is. Hát nem tudom. Nem tudom, miért nem tudnak menni. De amúgy érdekes, hogy a kaktusz az így... A cukornának víz kell, a kaktusznak meg így szárazság. Ne, sebez. Köszönöm. Tehát, hogy így a kaktusz az így... A kaktusz a víztől irtózik, a cukornát pedig a szárazságtól. Wow! Ez egy komoly. Kaktuszjárda. Nem lehet egymás mellé letenni kettőt? Ne szivass! Mondjuk szivat, de mindegy. Így. És akkor teszünk ide átlósan egyet. Így már megfelel, kedves kaktusz, köszönöm. Akkor már ezt is áthozzuk ide. Hopszika. Jó, kiszedjük. Kiszedjük, beletesszük és visszatesszük. Elég érdekes kompozíció. A... Hülye kaktusz. Jaj, nem. Ráugrok, hogy hülye kaktusz, és sebez tovább. Hát, én is akkor sem. Ez egy ilyen félszavanna, fél tölgyerdő, hogy én nem tudom. Ott tölgyfa? Mondjuk ezt meg kell szokni, ma 666-os koordináta vagyok, úgyhogy... Hát igen. Jó lenne egy olyan pusztító erő, ami kivinni a leveleket. Amik lógnak a levegőben. Na de mindegy. Az a pusztító erő mondjuk lehetne egy szél is. De amúgy megnéztem, nem hagyok bennük logokat, vagy ilyen rönköket. Nem hagyok bennük, figyeljetek. Például ebbe se. Azt ott kiszedjük. Egyet elkezd ritkulni, aztán megáll. Figyeljétek. Igen. Haló. Ez el se kezdett ritkulni. Tehát így. Vak. Mindegy. Ezt elültetjük. Ennek itt füvesednie kéne, mert így nagyon nem szép, úgy őszintén. Fel a füves fanalán. Az a baj, tört Minecraft, és nem tudom felrakni a random tick speedet. Aj, pedig olyan szívesen felraknám, na mindegy. És akkor menjünk kivágni azt az akáciafát. Hát most nem igazán haladtunk sokra, annyi jó, hogy megszereztük a kaktuszt szereztünk. Túráztunk egy jót. Megtaláltuk azt a helyet, ahonnan kezdtünk. Tehát konkrétan úgy. És még a föld is fel volt vetve kb. Egy ilyen... Hát ilyen jó 20 Minecraftos nap után, tehát hogy így eléggé érdekes tud lenni néha a Minecraft. És érted, máskor meg így egy másodperc alatt eltűnik a felvetett föld. Tehát hogy különbségek vannak. Jó. Igen, ebben most jó sok van ez, amit átváltunk jó sok izévé, deszkává. Amiből hidat csinálunk, és nem tudom tovább. Na viszont, jó. Azt terveztem amúgy, még erre a videóra, hogy berendezhetnénk a raktár épületem kis csesztjeit. Na, köszönöm, hogy nem engedsz be. Ezt itt leföldeljük, hogy könnyebb legyen bemenni, nem baj, jó az ott. És akkor ebben a ládában mit tegyünk? Tegyük ebbe a gabonát, én a mondó vagyok, hogy az otthoni csesztet így meghagyjuk ilyen szükséges cuccoknak. Szükséges cuccoknak meg tudjuk hagyni a otthoni két csesztet, és ugye a tárolóban legyenek a
nem annyira fontos, de azért kellő dolgok, akkor oda tesszük mondjuk a virágainkat is, visszük egy különhez, gyapjújainkat is, az lesz a gyapjús láda, így konkrétan, igen, és akkor mit vigyünk még? Kő, a kő az abból rengeteg lesz, azt tudom, most, és mit vigyünk még? Érces, nem, az ércek kellenek itthonra, és kacatos láda, amiben így átviszünk minden kacatot. Puskapor kacat, szén nem kacat, bőr egyelőre kacat, ez kacat, gravel az, majd tudod mikor kell, egy szemlétre hagyjuk, üveget is eltesszük, jó. Oksa. Szia, esőpajtás. Egyébként itt az a fura, a felhők felett esik az eső. Na, ez nagyon komoly. És amúgy itt felett azért nem spawnolódnak szörnyek, mert ugye közvetlenül a felhők alatt. Na jó, ez nagyon komoly. Felhők fölül esik az eső. Na jó, ez nagyon jó. Tudom, még nem vettem észre, de hát ez valami szuper. Tehát, hogy ilyen érdekes logika. Ide mit is akartam tenni? Ja, gabon. És azt az egy szem búzát azt meg nem hoztam el. Nem baj, jó. Amúgy ott lent spawnolódhatnak szörnyek, mert lent sötét van. Tehát ezt nem értem annyira. Rezgett a telom, jött valami értesítés. De igen, vannak elég sok értesítések. Na mindegy, jön. Jó. És akkor az egy szem... Hova lett? Mi? Ebbe is tettem? Ja, hogy tettem ebbe is. Aha, és ott a horgászbotom. Még horgászgatunk majd egy kicsit. Jó, akkor jövünk, és akkor megint megyünk. Felhők fölött esik az eső. Hát... Mert ugye értitek, még felhők fölött nem igazán survival-öztem. Tehát így. Az mi az az egy darab dirt blokkot? Annak itt furcsaságok. Jó. Begyűvünk. Gabona ugye fontos, ezt elsősorban ide tesszük. Fönt pedig sejtettem kettős láda. Na, jó, köszönöm. Kacatos az ez lesz. Tehát Flynn, ez. Egyelőre a bőr is, mondjuk utána majd érték lesz. Akkor a sapling, virágok, azt majd festiknek akarom, mert olyan challenge-et találtam ki, hogy mindenféle gyapjúból szerezni kell. Ezt is betesszük egyelőre ide. Követ is. És így nagyjából ennyi, így elpakoltunk a tároló helyre. Ugye még a földet is leteltem itt, mert végül is vészesítén, ha kell. Jó, így itt tökéletes. Kezünkbe veszük a horgászbotunkat. A logokat lepakoljásszuk otthon. Jó. Amúgy itt az a jó, ha véletlenül netán ott leesnék, javarészt folyóba esek, de nem biztos. Az a rossz, hogy nem biztos. Na jó, ez már lesz 20 perces videó, de semmi gond. Lepakoljuk a... Na. Én meg itt közben a szárazföldön akarok horgászni, úgy látszik, nagyon bezsongtam erre a horregászós dologra. És az akácia ajtót meg nem vittem át. Ó, pedig az is akkor elimlom. Mondjuk azért jó, hogy átlátszó. Tehát, hogy többi ajtó nem annyira átlátszó. Nekem tetszik. Másnak nem, de nekem tetszik, figyeljetek. Ó, megnőtt a búza. Nem baj, hagyjuk, hagyni jön még a többi is. Aztán... Itt van még bárány, nem? Amúgy oda építettem egy hidat. Tehát ott is van egy, az a sziget is, ami birtokunkban van. Hogy halásszunk, horgásszunk. Tudom, nem egy... mi az? Nem egy izgalomteli része a videónak, ez a része. De... Na... Ó, jön a halacska! Hoppá! Na, ehhez gratulálhattok! Harmadik fogásom egy horgászbot. Hát, ilyen nincs. A harmadik fogásom egy horgászbot.
Ez komoly. Nem mindegy. Nem mindegy. Nem tudom, ki ejthetett itt bele horgászbotot. Fognék most egy enchanted bookot. Csak halatnál fognék, tudjátok. Halacska, gyere. És lassan esteledik. Hogy még alszunk egyet. Utána horgászunk egy kicsit. És aztán, jó, már megyünk aludni, mert nehogy itt ránk köszönjenek a szörnyek. Barikánk itt közben meg kieszi a füvet. Csinálok amúgy egy olló... Ez itt veszélyes vállalkozás. Csinálok amúgy egy ollót, hogy barikánkat ne kelljen megölni a szőréért. Jó, hogy a gyapjújáért, bocsánat. Jó, you can only sleep at night. Na, tehát egy másodperc múlva este lett. Jó, csinálunk egy ollót abból a két vasból. Nem itt van a vas, hanem itt a vas. Amit összekraftolunk ollóvá, megnyírjuk a barikánkat. Azt tudjátok, pressure plate-et csináltam volna belőle. De hideges lettem volna. Szia, Bari, megnyírlak köz. 3 gyapjút adott! Mondjuk jól találta magát fűvel, az biztos igaz. Jó, itt beülünk az árnyék alá egy kicsit horgászgatni. Jó, hogy az eső is elállt. Úgy egy ilyen kis téget csinálhatnék. Kiszélesítem ezt a vizet, azt csinálok egy kis téget. Ezt még talán megcsinálhatnám most. Jó, horgászok egyet, most meg kiszélesítjük a vizet. Kalás vagyok. Igazából is, meg egy fél csíkom ott is lement. Minecraftban, na. Halacskán, haló, jó napot! Itt csak olyan jó napot kívánok! Halacskák, ó, hello! Na, gratulálok! Jó, akkor felmegyünk arra a dombra, hát, hogyha én szenvedek, akkor jönnek a halak is, mert olyan melegen van a tűző napon szavannán. Na, lássuk! Hal! 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 Hal, gyere, hal, hal, hal! Na, gyere már, hal! Jó, nem baj. Jó, hello, hello. Na, végre egy hal. Jó, akkor ezt, hát akkor szélesít, bővítsük. Így, föl. Amúgy, ha ledobálom a hegyről a cuccokat, az konkrétan ilyen instant szemetes. Tehát, hogy így elég jó. Instant szemetesen van. Nem is kellett érte csinálnom semmit. És mint látjátok, el is készültem. És ez a videó így ennyi is lenne. És akkor majd szombaton várhatjátok az új Survival-t. Addig, hát nem hiszem, hogy már holnap lesz videó. De mindegy. És akkor szombaton jön a Survival, mert még sok story time. Montást is várhattok még tőlem. És egyelőre ugye ennyi lenne a Minecraft Survival. Még ezt a halat megvárom. Gyere, hal, gyere. És akkor el is búcsúzunk. Jó, és akkor én Domicraft voltam. Legyen szép napotok, és sziasztok!